A Tiszavirág Fesztivál látogatottsága minden évben közel 1000 főre tehető, mert kicsik és nagyok számára egyaránt kínál programokat a rendezvény. Eddig a kirakodóvását néztem meg ugye a helyi termékeket, amiket meg lehet vásárolni vagy megkóstolni. Mi az, amit szeretsz ebben a fesztiválban, ami miatt minden évben kijössz, amióta itt élsz? Hát kellemes családias hangulat van mindig, úgyhogy nagyon családbarát a fesztivál, úgyhogy leginkább emiatt szoktam kijönni. Minden évben szoktam kijönni erre a fesztiválra, mert nagyon szeretem, és itt lakom közel, úgyhogy kisétálok, ha elfáradok, visszamegyek. Én nagyon-nagyon hasznosnak is tartom, még nagyon szépnek is tartom. A fesztiválról idén sem maradhatott el a kirakodó vásár és a Bor utca. Feleségemmel foglalkozunk fejlesztő játékok gyártásával, ő textíliából, én pedig fából, mint ahogy itt látszik is. Ügyességi játékokat, logikai játékokat készítek. Három fehér borral készültünk, ezekből van egy száraz, két félédes borunk, rozéborral és vörösborokkal készültünk. Zentán az a tapasztalatunk, hogy inkább az édesborok jobban kedveltek, mint a szárazak. Itt most jöttünk a generózával, a muszkáttal, a szavinyonnal. A szavinyon borunk az a múlt évben volt a Zenta bora. Laskovics Kornél, az esemény főszervezője elmondta, hogy a fesztivál egyfajta gyülekező helye lett a zentaiaknak, hiszen a könnyed nyárindító rendezvényre az elszármazott zentaiak is hazatérnek. A rendezvényen fő fókuszunk a zene, ez mellett a Bor utca is, az idei évben bővültünk egy kis gasztrokerttel is, amit egy ilyen kis chill zónává alakítottunk, hogy az emberek kijönnek, barátkozni tudjanak, és emellett jókat enni, inni és élvezni a zenét. A fesztivál leglátványosabb programját, azaz a fáklyás hajós felvonulást és a tűzijátékot az érdeklődők ma este 22 órától tekinthetik meg.